Nem könnyű ingatlant eladni ebben az időben, de Jack és Pam Howernek viszonylag gyorsan sikerült. Elmondásuk szerint ennek az oka egészen 1978-ig nyúlik vissza, amikor a 700-as klub nézése közben egy fontos döntést hoztak. Nem álltunk jól anyagilag, épp hogy kijöttünk minden hónapban. Mégis úgy döntöttek, hogy elkezdenek tizedet fizetni. Az első hónap folyamán 200 dollárunk jött a számlánkra, amire nem számítottunk. Ennek nagyon örültünk. Ettől kezdve Isten mindig megáldott bennünket. De Howardék hite megpróbáltatott, amikor Jack visszavonult és vállalkozóként dolgozott tovább. A folyamatos pénzügyi bizonytalanságok ellenére folytatták a tizedfizetést. Évővé és tizedfizetővé váltam. Nem volt bennem félelem. Tudtam, hogy kapunk következő megbízásokat is majd. Soha nem aggódtunk. Nem féltünk a pénzügyi válság ellenére sem. 2009-ben el kellett adniuk a házukat annak érdekében, hogy megszabaduljanak a hiteleiktől. Elmondásuk szerint Isten gyorsan megsegítette őket. Most jól állunk anyagilag. Van pénzünk a bankban, amit befektethetünk, és nem a házban van lekötve. Ez izgalmas. Mára már nincs adósságuk, és élvezik az életüket az új lakásukban. Ha ragaszkodunk a pénzünkhöz, azzal nem leszünk jobb helyzetben. Viszont a tizedfizetéssel az anyagi életünk áldás alá kerül. Pusztán azért, mert Isten azt mondta, hogy így csináljuk. Mi pedig jól tesszük, ha engedelmeskedünk annak, amit mond.